Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a sajtótájékoztatón megjelenteket. Nyíregyházán vagyunk, az Országjárás Fórum egyik állomásán. Köszöntöm Fülöp Attila államtitkár urat, aki a szociális ügyekért felelős, és ma ő a meghívott vendégünk. A lakossági fórumon szeretnénk bemutatni eredményeinket, védjük meg eredményeinket, hogy mit sikerült elérni, nem is az utolsó 4 évben, a 12 év alatt. Itt beszélhetünk a gazdasági eredményekről, beszélhetünk arról, hogy 4 millió 700 ezeren dolgoznak, 1 millióval többen, mint 2010-ben. Beszélhetünk az adócsökkentés politikájáról, a szociális hozzájárulás 33% volt, most 13%, tehát 20% pontos csökkenés következett be 12 év alatt. Beszéltünk a béremelések politikájáról, január 1-ét a minimálbér 200 000 forint, a garantált bérminimum 260 000 forint, beszélhetünk a családtámogatásokról, a családi adókedvezményekről, január 1-től a családokat adócsökkentés érintette, aki gyereket nevel, az esziát kap vissza, ez nagyon sok embert érintett, illetve beszéltünk a fiatalokról, a 25 év alatti dolgozó fiatalok nem fizetnek esziát. De hát a gazdaság eredmények azért fontosak, hogy legyen több pénzünk a szociális ágazatra, vagy az egészségügyre, vagy éppen az oktatásra, és természetesen azt is el kell mondani, hogy az Országjáró Fórumon bemutatjuk azokat az intézkedéseket, amelyet a Fidesz-KDNP kormány tett, és az ellenfeleinkről is szólunk. Én szeretném felkérni Fülöp Attilát, hogy néhány szóban mondja el, hogy miről fog szólni az előadás. Én is tisztelettel köszöntöm a sajtó kollégáit, és az a helyzet, hogy az Országjáró Fórumnak a lényege az valóban az, hogy a április 3-ai választásnál tisztálásom mindenki, hogy miből kell választani, és miért kell elmenni szavazni. Az a helyzet ugyanis, hogy itt az elmúlt 3 kormányzati ciklusban számos olyan eredményünk van, amit féltünk, amit szeretnénk megóvni és szeretnénk megtartani. Mert hogy április 3-án egyszerű lesz a választás, aközött lehet választani, ami most az elmúlt egy évtizedben Magyarországon felépült, kiépült azok között, a támogatások között, ami megerősítésre került, illetve azt látjuk, hogy az ellenzéki oldalon az összefogás címszó alatt mindenki egy ember mögött sorakozott föl, akik a korábbi 8 évben megmutatták, hogy milyen politikához nyúlnak Magyarországon, ők adókat emeltek, ők ha baj volt, akkor megszorítottak, ők pontosan a kis településeken, a vidékeken megpróbálták bezárni a kisiskolákat, a postákat, és nem azoknak a felélesztésén fáradoztak. Mi pont az ellenkezőjében hiszünk. Az előbb elsorolta a gazdasági eredményeket képviselő úr, a családtámogatás, az otthonteremtés, a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, az továbbra is akkor lehet megőrizni, ha ezen a politikán megyünk tovább. És van még itt egy fontos gondolat, mégiscsak 50 kilométerre vagyunk a határtól, az a helyzet, hogy az ukrán konfliktusban tett megnyilatkozások, amelyeket az ellenzék tesz, amelyet Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt tesz, azok nagyon-nagyon problémásak és nagyon veszélyesek. Gondoljunk csak akár a gáz, földgáz vagy a földgázra vonatkozó megjegyzésekre, ami a szankcióban való részvételre vonatkozik. Lássuk tisztán, Magyarország családjainak 90%-a földgázt használ a fűtésre, és Magyarország alapvetően Oroszországból importálja ezt. Ha ezt próbálnák szankcionálni, azokkal a családokat tennék tönkre. És természetesen minden, ami a gazdasági növekedést jelenti, az a családok biztonságát és erősítését jelenti a jövőben. Úgyhogy mi azért fogjuk megtartani ezt a fórumot, hogy ezeket az információkat át tudjuk adni, és abban is egészen biztos vagyok, hogy ahhoz, hogy ezt a politikát tudjuk továbbvinni, ahhoz itt Nyíregyháza 2-es számú választókörzetében Vinnai Győzőnek kell a parlamentben lennie. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!